8. Fényfesztivál már a rendezvény előestéjén elkezdődött. A szervezők és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes tagjai testvérvárosunk Zaklicsin delegációját fogadták a Kis József helytörténeti gyűjtemény udvarán. Népzenével, tánccal, süteményekkel és meleg teával kínálták őket. Nagyon szépen köszönjük a meghívást és ezt a kedves fogadtatást, melyben most részünk van. A városról az első benyomásom, hogy rendezett a környezet, kedvesek az emberek és fejlett a gazdaság. A nap folyamán meglátogattuk a Samsung gyárat és az ipari parkot is, és azt kell, hogy mondjam, van miben fejlődnünk. A szervezők célja már a kezdetekben is az volt, hogy egy olyan fórumot hozzanak létre, ahol kapcsolatokat teremthetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népművészeti irányzatokban tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik. Továbbá szerettek volna egy olyan folyamatot elindítani, ahol a gyermeknéptánc együttesek, gyermekzenekarok és énekesek szorosan együttműködve tudják tanulni művészeti águkat és megmutatni azt a nagy közönség számára. Ez a 8. fényfesztiválunk. A fesztivált 2 évente rendezzük meg, volt 4 év sajnos, amit az elmúlt években nem tudtunk megrendezni, de hála Istennek az idei évben sikerült ezt úgy érzem kompenzálni, mint abban, hogy nem csak néptánc együttesek, hanem népi éneklés és zene kategóriában is tudtunk résztvevőket toborozni a fesztiválhoz. Annó ezt a fesztivált azért álmodtuk meg, hogy a régióban működő néptánc együttesek legyen egy lehetősége találkozni, meg tudják mutatni a tudásukat, és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az oktatók egy közös estén, a táncosok egy közös estén részt vehessenek, egy programban kellemesen eltöltsenek néhány órát, és élvezzék azt, amit csinálnak. A fesztiválra a járság számos településéről és külföldről is érkeztek csoportok, köztük testvérvárosunk Zaklicsin táncosai. Már nagyon-nagyon várták a lengyelek érkezését a mi táncosaink. Ez mutatta azt is, hogy aki csak tudott, igazából így még iskolai idő volt nekik, tehát tanítási nap volt, de aki csak meg tudta oldani, ott volt az ő fogadásukkor. És folyamatosan percről percre nagyobb kapcsolatok alakulnak ki köztük, és nagyon sokan vannak olyanok, akik azon kívül is tartják egymással a kapcsolatot e-mailben, üzenetben, beszélnek egymással, tehát folyamatosan, tehát nem csak akkor, amikor ők itt vannak, hanem természetesen azon kívül is nagyon sokat beszélgetnek egymástól. Az Zaklicsinik Vozdiec táncegyüttes 1997-ben jött létre. Kezdetekben csak néhány tagot számlált a csapat, majd folyamatosan csatlakoztak hozzájuk térségükből. Mára a táncegyüttes több mint 120 főt számlál. 1997-ben hoztam létre ezt a néptánc együttest. Akkoriban az általános iskola igazgatójaként dolgoztam, és úgy gondoltam, hogy a gyermekek számára is fontossá kell tenni a hagyományaink megőrzését, ezért hoztuk létre ezt a csoportot. Szeretnénk a hagyományainkat ápolni, és átadni ezt a következő generációnak. A lengyel delegációval helyi tisztségviselők és üzletemberek is érkeztek Jászfényszarura, így a városok vezetőinek is lehetőségük volt elmélyíteni a testvérvárosi kapcsolatot. Igen, erre mindig találunk, keresünk időt. Ma délelőtt volt a polgármesteri hivatalban a delegáció tiszteletére a fogadás, és mind a kulturális, mind a sport, mind esetleges gazdasági kapcsolatokban nyitottak a
testvérváros lakói, erről tájékoztatotta a polgármester úr, és itt az este folyamán már át is adta a következő meghívást. Ez évről évre szokásos maratoni futóverseny, ahol általában véve a jobb futóink részt szoktak venni. Most is így lesz. Én úgy gondolom, hogy ezek a találkozások lehetnek a kapcsolatépítés mérföldkövei. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy ez a kapcsolat épüljön és szépüljön. A délután folyamán több mint 20 fellépő mutatta be produkcióját, melyeket egy 4-tagú szakmai zsűri értékelt. A bírálat után a kategóriáknak megfelelően bronz, ezüst, illetve arany minősítéssel látták el a csoportokat, majd az elismerések átadása és átvétele után a jó hangulatú délutánt táncház zárta.